Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál feltesszük a kérdést, hogy megbízhatsz-e benne. Elmondja az igazat, vagy hazudik neked. A fő téma, mint mindig, itt van középen, tehát itt egy hírről, egy üzenetről van szó. Ő elmondja neked, hogy itt van egy bírósági ügy, erre utal ez a bíró. Vagy az is lehet, hogy ennek a kártyának egy szimbolikus jelentése van, és arra utal, hogy ő benne van egy bizonyos helyzetben, amit ő igazságtalannak lát, mert valaki ellop tőle valamit. Itt van az ellenség. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. Itt lehet, hogy tényleg lopásról van szó, de ez nem biztos, hogy a pénzre utal, vagy értékekre. Az is lehet, hogy valaki rabolja az ő idejét, az energiáját, valaki kihasználja őt. Itt ez a kellemetlen helyzet beköszönt hozzá, meglátogatja őt. Persze, ennél a kártyánál lehet egy látogatás is, és ebben az esetben újra úgy van, mint az ellenségnél, ez a látogató lehet egy nő, de lehet egy férfi is. Az is előfordulhat, hogy ez az ellenség kifaggatja őt, ellop tőle valamit, tehát ő most egy kellemetlen helyzetben van, ami nagyon igazságtalan. Vagy itt egy bírósági ügyről is szó lehet, és itt van az ellenség, a lopás, és ez számára szintén nagyon kellemetlen, de itt van a remény, hogy javulni fog a helyzet. Ha erről van szó, és ez a hír, akkor itt a lelkész esküszik, hogy ő az igazat mondta ki, tehát nem hazudott. Viszont van egy másik helyzet is, amikor ő úton van, de azt mondja, hogy kicsit betegeskedik, nem érzi jól magát, esetleg szeretnéd, ha ő meglátogatna téged, és itt van egy kifogás, mert azt fogja mondani, hogy beteg, nem tud jönni. Ebben az esetben ő füllent, tehát nem mondja ki az igazat. Az is lehet, hogy itt változások vannak, vagy tényleg úton van, megbetegedett, tehát ezt nem kell komolyan venni, kicsit eltúlozza a dolgokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!